दामन गम शबीर से भर दे रब जहां पंज तने पाक सदका इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे रब जहां पंज तने पाक सदका इस कौम का दामन गम शबीर से भर दे hazajáró matricát, és még mindig itt van. És nem is próbálták levenni, egy kicsit kifakult a naptól, de egyébként hihetetlen, hogy itt van. Úgyhogy hát remélhetőleg ez egy jó omen a K2-t megmászásával kapcsolatban, úgyhogy remélhetőleg sikerülni fog, mint tavaly a Brutti-k. Sziasztok!
Megérkeztünk Bajúra, holnap pihenőnap, és holnap után folytatjuk az utat tovább a K2 alaptábora felé, Urdukász Goro 2, és aztán volna lesznek az alaptábor. Itt vagyunk Urdukászban, 4200 méter, és hát valószínűleg holnap után érünk az alaptáborba. Goro 2, nem, egy nappal holnap után. Tehát valószínűleg szerdán, ám a vasárnapon, szerdán érünk az alaptáborba. Most olyan 4200 méteren vagyunk, hát az idő nem túl jó, de hát ha holnapra megfordul, és egy kicsit jobb idő lesz.
Sziasztok! Ez az alaptábor, 5000 méter, és holnap megyünk az előre tolt alaptáborba, onnan az egyesbe, és hogyha lehet a kettesbe is. Az idő tökéletes, úgyhogy egy kicsit fúj a szél, de reméljük, hogy holnapra a csöndes fúj. Sziasztok, kedves barátaink! Hát ugye ez a K2 expedíció Varga Csaba és Vajda Szilárd. Megérkeztünk az egyes táborba, 6050 méteren. Elég hosszú volt, ilyen 7 órás vagy 6 órás, kemény, nagyon meredek részen jöttünk fel. Ott lehet látni is, ahol feljöttünk. És hát a jelek szerint mi vagyunk idén az elsők, akik fent alusznak az egyes táborba. Ugye ez a sátor, ki is raktuk, és hát valószínűleg holnap pihenőnap lesz, és holnap után majd arra felmegyünk, ez is elég meredek lesz, és technikás mászást igényel, és hát az lenne a lényeg, hogy feljussunk a kettes táborba, és ott aludjunk 2 éjszakát, vagy 1 éjszakát minimum, és aztán menjünk vissza az alaptáborba, és hát ebből az első, az akklimatizációnak az első része be is fejeződne. Remélhetőleg feljutunk a kettes táborba. Van, ahogy Csaba mondta, jó hosszú napunk volt. Egyikünk se gondolta, hogy ilyen hosszú lesz ez a feljövet ide az egyes táborba. Viszont valóban mi vagyunk az elsők idén, akik itt sátrazunk és itt alszunk. És a hátam mögött láthatjuk a tavaly Broad Peakről már ismerős panorámának egy részét. Egy kicsit más szögből, és hát egy sokkal hidegebb helyről talán, ha lehet ezt mondani, hiszen valóban a K2-nek ezen útvonala itt azért elég barátságtalannak ígérkezik, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen lesz majd a következő napokban a kettes táborban, ugye, illetve majd a Fekete Piramis föl a hárman táborban. És hát kénytelenek leszünk eltölteni majd egy néhány órácskát, egy fél éjszakát, majd 8000 méter körül is a négyes táborban. Viszont addig még van egy pár hetünk, amíg akklimatizálódunk itt. És hát igen, itt van egy ilyen kis kakasülő, mint láthatjuk. Szépen kiástuk a sátorhelyünket a lapáttal, és próbálunk amennyire otthonosan lehetséges ugye berendezkedni itt. És hát most meg főzőcskézünk egy kicsit, úgyhogy jó étvágyat. Sziasztok! Thank you.
ott volt Chimney House. Azon fölül már a kettes tábor, remélem odaérünk máma. Sziasztok! Látod, a túlzsúf volt egyes tábort legalább. Pincseljünk az egyes táborba, úgyhogy megyünk a kettesbe. Így van. Nem is tetszik nekünk itt.
Sziasztok! Itt vagyunk a 2-es és a 3-as tábor között. Körülbelül 7000 méteren. Elképesztő, milyen gyönyörű. A Broad Peak, Gassem 2. Piramid! Ezek a szivárványok, meg körök hihetetlenek, ezek a fénykörök. Nézd meg, ott az egyik, és elkapcsolódik, egy másik, ami fölöttünk van. Két oldalról szivárványok. Még nem is láttam ilyet. Láttam már sok mindent, de... Általában ilyen hangulatban közlekedünk itt a 2-es távol környékén. Néhány másodperc elég, amíg készítem ezt a felvételt, hogy úgy érezzem, hogy lefajtak az ujjaim! Ah.